Párakapu alatt hűsölnek Nyíregyháza belvárosában, és az árnyékba húzódnak az emberek a Kossuth téren. A hét második felében akár a 30 fok körüli hőmérséklet is újra várható, míg a korábbi napokban a hűvös, csapadékos őszi időjárás volt jellemző. A mentők azt mondják, ilyenkor akár 10-15%-kal is több riasztást kapnak az időjárás miatt rosszul lévő betegekhez. A nyári időszakban megnövekedik egy körülbelül 10-15%-kal a riasztások száma, illetve az vehető észre, hogy ugye ez a füllet és a hideg időjárás kombinációjával ugye a szív- és érrendszeri betegségeknek a gyakorisága megnövekszik. A vezető mentőtiszt elmondta, érdemes a tűző naptól óvni magunkat, és megfelelő mennyiségű folyadékot kell fogyasztani, hogy megelőzzük a bajt. Hozzátette, leginkább a gyerekekre és az idősekre kell odafigyelni, ők ugyanis fokozottan ki vannak téve az orvos-meteorológiai hatásoknak. A meleggel ugye a szív- és érrendszeri betegségek, magas vérnyomás, fejfájás, ugye ezek a jellemzőek. A hidegnél meg pontosan az ellenkezője. Tehát gyakorlatilag a görcskészség, görcsroham, epilepsziás betegeknek a gyakorisága ilyenkor hatványozottabb, illetve az újraélesztéseknek a száma, mintha azt tapasztalnánk, hogy megnövekedne ebbe a hideg hirtelen, a melegből a hirtelen hidegbe átcsapódó időjárásnál. És György elmondta, a következő napok felmelegedése a cukorbetegekre is hatással lehet, nekik is folyadékpótlásra és a vércukorszint gyakori ellenőrzésére kell felkészülniük.